Köszöntöm Önöket, a Heti TV Erzsébetvárosi magazinját látják, én Kávéjó Kolini Bori vagyok. Stúdiónk vendége volt dr. Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője. Mindenről szeretnénk beszélni, de mindenek előtt ön a Fidesz által került be a polgármesteri hivatalban, mint alpolgármester. Biztos van valami véleménye, hogy mi történt a szocialista miniszterelnök jelölttel, visszalépett. Mi erről az ön véleménye? Hát, van-e ennek hatása mondjuk az önök kerületében is? A politikai elemzők vagy politikával hivatásszerűen foglalkozók előtt tulajdonképpen már régóta ismert volt az a tény, hogy az MSZP és az MSZP meghatározó szereplői tagjai és Botka László között egy komoly ellentmondás feszült. Az is egy rendkívül figyelmeztető jel és rendkívül sokat mondó jel, hogy Botka Lászlót tulajdonképpen miniszterelnökké történő jelölését megelőzően az MSZP a saját választmánya éréről leváltotta fél évvel. Tehát nyilván Botka Lászlónak tudnia kellett azt, hogy nincs teljes körű, úgymond most erkölcsi értelemben és politikai értelemben használom egyfajta legitimitása, és az első pillanattól kezdve küzdött a saját pártjának bizonyos áramlataival. Az is látható volt az utóbbi hónapok eseményének a függvényében, hogy Botka László egyrészt súlyos hibákat is elkövetett a saját pártjával szemben, másrészt pedig folyamatosan bizalmi válságban van. Nyilván, hogyha valaki a saját pártjának meghatározó tényezőiről úgy nyilatkozik, hogy áruló, kollaboránsok, tulajdonképpen a párt ellenségei. Kemény szavak. Ezek nagyon kemény szavak, ilyet nyilvánosan az ember, elnézést még akkor sem, ha valaki pártszerű, de ha valaki párt élén ilyet mond, az azt jelenti, hogy súlyos válságban van, és egyfajta külső harmadik személyek felé szóló kommunikációval próbálja a helyzetet mondjuk menteni, vagy a saját esélyét növelni. De ilyen, tehát még egyszer mondom, hogy valaki egy párt tagjaként a párt meghatározó tisztségviselőiről ilyeneket nyilatkozik, az azt gondolom, hogy minden pártban egyébként elfogadhatatlan. Ez valahol azt gondolom, hogy egyfajta segélykiáltás is lehetett Botka László részéről mások számára, vagy a párt egyes tagjai számára, hogy ez már az utolsó esély, ez már az utolsó lépés, ami már többet nem tudok tenni, nem sajnálom, félreértés ne essék. De azt gondolom, hogy amit mi, mint politikai elemzők is, vagy politikával foglalkozó láttunk, az az volt, hogy Botka az nem volt egy valódi választása az MSZP-nek. Van erre egy magyar közmondás, hogy ha valamink nincs, akkor jó helyette más is. De hát a Botka László az egy rossz kompromisszum eredménye volt, hogy az lehetett a párt részéről. Na nézzük akkor, hogy az ellenzéknek milyen hatása lehet a 7. kerületi eseményekre. Szalagcímekben szerepel mindenhol, lehet, hogy most egy kicsit hátrébb szorul az amerikai, illetve a szocialista párt eseményei véget, de ma a délutáni órákban össze fog ülni a 7. kerületi, hívjuk nagy tanácsnak, vagy minek hívjuk? Képviselőtestületi ülésnek. A képviselőtestületi ülésnek, ahol vannak, akik a Buli negyed azonnali bezárását, 12 órakori azonnali bezárását, és vannak olyanok, akik csak egyszerűen a szigorítás pártiak, hisz a kerületnek szüksége van a bevételekre, arról nem beszélve, hogy nem csak a kerületnek, hanem az egész országnak, a turizmusnak is jót tesz a Buli negyed. Hogy látja a képviselőtestület, hogy fog erről nyilatkozni? Vagy ki milyen oldalon áll? Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül nehéz kérdés, a Buli negyed, úgynevezett Buli negyednek a szabályozási kérdése. Ahogy ezt főszerkesztő úr is az előbb elmondta, részben országos gazdasági életet is érint egész Budapestet, és érinti a kerület lakosait, a kerületet is. Sőt, ahogy ezt már korábban a műsorokban elmondtam, míg az elviselhetőség, vagy az úgynevezett lakossági panaszoknak a terhe az önkormányzatra hárul, ezt nekünk mind önkormányzatnak kell megoldani. Az úgynevezett előnyök, a Buli negyedből származó előnyök, azok pedig alapvetően az állami költségvetésben, illetve a fővárosi költségvetésben jelennek meg. Ez mindenképpen egy ellentmondásos helyzet. Visszatérve a kérdésére, egy több pontos javaslat készült azt követően, hogy polgármester úr és más tisztségviselők konzultációkat folytattak le a kerületben élő civilekkel, vállalkozásokkal, egy úgynevezett, talán a
ha szabad ide idéznem, a régi rómaiakat a fontolva haladás híveként, egy folyamatos vagy fokozott szigorítás elve mellett kerültek különböző javaslatok A, B, C, D és D verzióban az önkormányzat képviselőtestülete előtt. Az egyes frakciók, amennyire én tudom, hivatalosan még nem alakították ki az álláspontjukat, tehát az is lehet, hogy egyfajta politikai újdonság. Reggel még nem tudjuk, hogy délután egy órakor ki milyen állásponton lesz, vagy csak mindenki a melléhez még nem szorítva tudjuk. Őrzi. Igen, még nem tudjuk. Az is elképzelhető, hogy ezen az ülésen valakik úgymond robbanó hírekkel szeretnének, vagy robbanó javaslatokat szeretnének előterjeszteni. Ez már ok arra, hogy a heti tévé jelen legyen. Igen, sok szeretettel látjuk Önöket ezen a képviselőtestületi ülésen is. Tehát pontosan még nem tudható. Annak ellenére, hogy a frakciók között volt már egyeztetés. Tehát volt ezt megelőzően egyeztetés. Nyilván a javaslatok annak függvényében kerültek megfogalmazásra. Amennyiben én most helyesen látom, nem látok a jövőbe, de amennyiben helyesen látom, úgy az is elképzelhető, hogy korábbi úgynevezett szóban, vagy a megfelelő eszközökkel vélt megállapodások, vagy legalábbis utalások, azokat be nem tartottnak kell majd tekintenünk, vagy úgy kell tekintenünk, hogy újdonságok, vagy új politikai indítványok fognak a holnapi képviselőtestületen előkerülni. Vannak természetesen, ezt sem rejtem vék alá, vannak olyan javaslatok is, vagy egész pontosabban olyan indítványok, hogy teljes körű szigorításra kerüljön sor, tehát valóban ne lehessen egyáltalán éjfél után már nyitva tartó üzlet. Ez is egy létező javaslat, és emögött is van úgymond lakossági érdek, és emögött is van jogos és támogatható érv, és van olyan érv is, vagy van olyan eddigi szabályozás is, hogy folyamatosan és fokozatosan szigorítsuk az itt lévő vállalkozások működését, például nem lehet nyitott ablaknál tevékenységet folytatni, hangszigetelni kell, biztonsági őrt kell alkalmazni, akik éjfél után nyitva tartanak, stb. Ezek szerepelnek a javaslataink között. Kíváncsi vagyok én magam is, egyébként az egyes frakciók, vagy éppen a széttöredezett szocialista párt milyen álláspontot fog majd képviselni. Persze nem feltételezhető, hogy az itt sétáló vagy hangoskodó turistáknak nem lehet hangtompítót tenni a fejére. Igen, nyilvánvaló, hogy a legnagyobb probléma nem is feltétlenül az, ami az egyes szórakozó helyeken belül történik. Van ilyen probléma is. Kívül. Igen, amikor befejezték az ír turisták a mulatozásokat, és hazaindulnak mondjuk a szállásuk fel, és útközben beszélgetnek, hangoskodnak, Isten ne adja, még mondjuk sajnos erre is volt már példa, dolgokat végzik, és ezt is például szeretnénk orvosolni a javaslatainkkal, de ezt még egyszer mondom, az adott vendéglátóipari helyeknek a felelőssége is, hogy hogyan viselkednek a turistáik. Azt is hozzá kell tennem, de ezeken a szórakozó helyeken nem bambit árulnak, nem alkoholt. És egy alkoholizált állapotban lévő embernek kicsit nehéz megmondani, hogy most csendesebben kell vigadjon. Azért nem lehetetlen. Nyugat-Európában vannak példák, hogy az utcán olyan járőrözés van, olyan szolgálatokat működtetnek, akik folyamatosan csendre indik az ott lévőket. Tehát én nem mondanék le helyből a csendesítés lehetőségéről. És az is végig gondolandó tény, hogyha egyébként éjfélkor zárnának be a szórakozóhelyek, akkor vajon hány órakor fejeznék be az utcán a hangoskodást a turisták? Mert nem valószínű, hogy éjfélkor csend borulna erre a területre. Még akkor is, hogyha éjfélkor bezárnának ezek a szórakozóhelyek. Elkezdeni megbüntetni az utcán hangoskodó embereket, elég érdekes reklámfilmek születnének ebből, ami a magyar imidzset nem biztos, hogy... Bocsánat, megszavartam. Ez előfordul a legjobb helyen is. Tehát akkor mit remél ettől? Hát először is, amit leginkább remélek, az egy őszinte vita. Tehát annak a megvitatása, hogy ki, melyik politikai erő, hogyan gondolkodik a kerület jelenéről, hogyan gondolkodik a kerületnek a jövőjére, és milyen módon szeretné a lakosság érdekeit képviselni, illetve hogyan látja Erzsébetváros kerületének a fejlődését, fejlesztését. Korábban már elmondtam szintén ebben a műsorban, hogy a 2000-es évek közepén elején elindult ez a úgynevezett bulinegyed kialakítása, és ennek a kiépítése. Az akkori szocialista balliberális vezetés úgynevezett hajót épített, megalkotta ezt a bulinegyed lehetőséget, ingatlanokat egészben adott el, nem, semmilyen módon nem korlátozta sem a nyitvatartást, sem a vendéglátóipari helyeknek a számát, és most, amikor ez a hajó úgymond kezd megtelni, tehát kiépült az, amit egyébként ők leraktak és létrehoztak, megálmodtak, idézőben soha nem beszélték meg az itt lévőkkel, itt lakókkal, hogy mit szeretnének ezzel a negyeddel tenni, és most, amikor ez kialakult, amikor ez már egy létező valóság, akkor pedig egyesek közülük, akik egyébként a döntésekben korábban alpolgármesterek voltak,
hogy bizottsági elnökök most pedig csodálkoznak, és a Facebook bejegyzéseken elszörnyűködnek, hogy milyen állapotok vannak. Tehát ezzel a felelősséggel is szembe kell nézni. Én remélem, hogy ez a szembenézés ez holnap meg fog történni. Mit vár a lakosságtól? Hát nézze, a lakosság vár tőlünk alapvetően megfelelő intézkedéseket és megfelelő döntéseket, és azt, hogy egész Erzsébetváros fejlődéséről a lehető legjobb döntéseket hozzuk. Nyilvánvalóan én a magam részéről mindig a párbeszédnek a híve voltam, tehát azt, hogy megbeszéljük, megvitassuk, és adott esetben az ellentmondásokat próbáljuk meg feloldani. Ilyen szempontból én igyekszem a lehető legtöbb lakossági fórumra elmenni, és mindenki hangját meghallani. Erre fog utalni az a bejátszásunk is, amit tegnap este készítettünk az erőművházba, ahol leült több emberrel előadás keretében, és megbeszélte velük a programot, és ebből fogunk bejátszani egy, nézem, hogy mennyi idő van, egy 4 perces felvételt, és köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. A HEP Trupp egy kétszemélyes társulat, szerelemből született, a színház, a művészet, a néző és az egymás iránti szeretet táplálja azóta is. 2008-ban alapította Schneider Jankó és Nagy Viktória Éva, mindketten a Színház és Filmművészeti Egyetem bábszínész szakán végeztek, és azóta is rendszeresen dolgoznak más társulatokkal rendezőként, színészként, íróként, tervezőként és koreográfusként egyaránt. A társulat 2011-es megalakulása óta több új előadást hozott létre a bábművészet jelentős alkotóival közösen, és rendszeresen játssza előadásait az ország művészeti intézményeiben, fesztiválokon és külföldön egyaránt. Többek között a Betlentéri Színházban játsszák Autós mese című gyermekelőadásokat, amit 5 éven felülieknek ajánlanak. A társulatunk a HEP Trupp 2008-ban alakult, és ez... Csináltuk először a Mátyás király asztalánál, még a reneszánsz évben, ez a 2008-as év, aztán a 3 kismalac, akkor az még bóbítás előadás volt, de aztán HEP Truppos előadás lett. Az első igazán önálló előadásunk az a Boldog és Szomorilla volt, és ezt az autós mesét én ezt rendeztem Veszprémbe, Fige Tamásnak és Jakab Ádámnak, amit én nagyon-nagyon szerettem, és amikor Tomi kiment Angliába, ezt pedig már nem játszották, és jött ez az ötlet, Ádám pedig hazaköltözött Hortobágyra, Debrecentől nem messze, mi debreciniek vagyunk, és jött ez az ötlet, hogy hát akkor ezt ne hagyjuk ott raktárban állni, hanem mi lenne, hogyha ez egy HEP Trupp produkció lenne, úgyhogy HEP Trupp és Jakab Ádámként járjuk az országot ezzel az autóval is, ez befér egy másik autóba, azzal visszük ezt az autót, és nagyon szeretjük, és nagyon-nagyon jó visszhangokat kapunk szülőktől, gyerekektől egyaránt, de igenis a történet, hogy szülő és gyereknek nagyon-nagyon karkaröltve szól. A történet legelején megismerünk egy menedzsert, akinek minden telefon fontosabb, a titkárnő, az igazgató, akik felé meg kell, hogy feleljen, és a kisfiának a telefonja pedig nem fontos. De a kisfiának a telefonja fontossá válik akkor, amikor kiderül, hogy annak a tárgya az, hogy ő keresi azt a távcsövet, amit aputól kapott még karácsonyra, és kiderül, hogy ez egy bűvös távcső, amivel az álmokba lehet belesni, és egyre jobban fölértékelődik az apában az apaság, és az, hogy ő a gyerekhez hogyan viszonyul, vagy hogy haza kell szaladni ebből a helyzetből a fiához. A helyzet pedig az, hogy le kell őt csendesíteni, le kell őt állítani. Történik egy baleset, történik egy koccanás, és megjelenik Toda mester, nem véletlen, hogy mind a csodával, mind a Yoda mesterrel azért ez így összecseng, aki úgy tűnik, mintha a kocsit javítaná meg, de inkább meggyógyítja vagy megjavítja ezt az embert, akinek a figyelme ezután kifejezetten a kisfia felé irányul, és úgy zárjuk a mesét, hogy ő elvileg rohan oda hozzá, és tudjuk, hogy rohan is oda hozzá. Itt a Betlentértől nem messze van ugye a Marek József utca, és az írója Szabó Attila még akkor ott lakott, amikor ezt papírra vetette, és kaptuk tőle ezt a mesét. Akit még nagyon-nagyon szeretnénk megemlíteni, Csernák Samu, aki a zeneszerzője volt a dolognak, és olyan szőnyeget rakott talánk, hogy tényleg egy tényleg megemeli az egész mesét. Úgyhogy Szabó Attila volt ennek az elkövetője, és kitalálója, hogy mi van akkor, hogyha úgy van hangszerelve az egész mese, hogy a szülőknek is szól, de egyszer játszottuk úgy apák napján Kaposváron, hogy,
apuka hozza a kisfiát, és ez egy nagyon, nagyon furcsán emelkedett előadás volt, sok-sok beszélgetéssel az előadás után. Az például egy nagyon, nagyon, nagyon érdekes lenyomat volt, és, de közben azt látjuk, hogy a gyerekek is nagyon élvezik, de a szülők is hazavisznek valamit ebből, sőt, tehát ez érződik. A díszletet Sipos Kati és Sisak Péter készítették. Innen haladva. Elveszem a kecskét. Igen. Trombitából, trombitának fogó bizgentyűi. Fogaskerekek, nagybőgő rész, nagybőgő hangoló kulcs, PET-palack kifújó, készség és alkalmatosság, hát kecske, hát vakaró. Ami tejhabosító. Ami tejhabosító. Egy valami, amiről fogalmunk sincs, de nagyon jól néz ki, mert ilyet tud vele csinálni. Igen, van itt óra, lap és óra belső rész. Belső rész. Petronumlámpa. Hogy ez micsoda, ezt se tudjuk. De számok vannak rajta, és nagyon jól néz ki. Így van. Csapágyak, ami még ezt tudja csinálni. Szintén hanguló kulcs, riz, karc lenyomat, jól mondom? Azt hiszem, ilyen próbanyomat, de van még egy csámfa, meg ennek a végén látszik, hogy ott van a fújója a trombitának, az pedig trombita rész. Úgyhogy ebben minden van, mint egy jó zsibin. És amikor ezt mi megpillantottuk, tehát mutatom, ezt így föl lehet nyitni, és magának megvan az előadásban is ennek a csodája, hogy van egy teljesen sima felület, majd egyszer csak ezt egy ponton felnyitjuk, és képzeljétek el azt a pillanatot, amikor mi is ezt megláttuk először, és ezt így megkaptuk, hát mintha a karácsonyfa alatt bontottunk volna ki valamit, nagyon-nagyon szeretjük, meg nagyon-nagyon jó hallani, amikor ezt kinyitjuk, és a gyerekekben, sőt, néha a felnőttekben is, egyszer kiszakadsz, hogy wow. Ez egy nagyon csoda birodalom, úgyhogy hálásak vagyunk nekik. Igen, és ezért. Még egy asztal is van, ez hirtelen egy asztal le is tud válni, és halacskák vannak benne, amit néha lehet eszegetni. Mindenképpen az az egyik legkedvesebb, amikor az autónak a régi állapota egy új, egy varázslatosabb autóvá változik. Sőt, nekem az a kedvencem. Szerintem ennek a legkiemeltebb pillanata, amikor szerelünk, az, amikor a VPV egyszer csak átfordítjuk, meg segíted, hogy igen. Te kezded. Én kezdem. Igen. Hogy amikor ő már tudatában van annak, hogy apának kell lennie, vagy hogy arra kell és igazán odafigyelnie, akkor apává válik ez a rendszám is. De ez tényleg egy szép pillanata az előadásnak. És neked melyik a kedvenc jelenetel az előadásból, Jankó? Amikor a kis csirke, vagy kis csibe, meg a kecske egymás fújogatják. Van egy jelenet, amikor a kecske elkezdi fújkálni a kis madarat, ő meg egy ponton ezt elkezdi visszaadni. Jó, felfújja magát és visszaadja. Ez mindig egy nagyon hangos tetszésnyilvánítást vált ki, és mi is szeretjük. De nem, a folyamata tetszik, tehát nem is az, hogy a jelenet, hanem ahogy szépen lassan leesik, hogy mifelé megy ez a dolog. Tehát, hogy nem az elejétől számítható ki az előadás, hogy akkor itt most arról lesz szó, hogy magát a vezetőt kell rendbe hozni, hanem ahogy szépen ebbe belemegyünk a történetbe, és adják át magukatnak, vagy magukat ennek, én nekem ez a folyamat tetszik benne legjobban, vagy amiért ezt érdemes, nagyon jó. Szeretjük játszani. Forduljon jobbra. Pénzes áram, tessék! Nem vagyok benne az irodában. Kérem, hívja a titkárnőmet, kap egy időpontot. Uram, nem hallgatom tovább, viszont hallásra. Egy óra múlva benn leszek, nézd ezt az anyagot és készít tőle a prezentációt, rendben? És akkor hívva én lett a vágyat. Igen? Akkor én nézd el valahogy. Forduljon balra. Szia drágám, most nem tudok beszélni, sziasztok. Igen, azért mert vezetek. Na szervusz! Haló, igazgató úr! Természetesen, hogy ne, hogy ne, hogy ne! Igen!
bennem feltétlen bízni a természetesen. Hogyne? Hogyne, ott leszek? Hogy merre járok? Fogalmam sincsen, hol vagyok. Valami történt a GPS-emmel. Rendben, igazgató úr. Viszont hallásra. Tehát merre vagyok? Ettem volna meg ezt a GPS-t. A telefon. Kifelel! Na a koviban a körtejelű lány bizonyos Anna elkérte a tápcsövemet. Tudod, azt, amikor ide kaptam. De sehol sem találom, apa. Pedig Anna érte puszi. Nagyon örülök, most mondd meg anyának, hogy apa nem ér rá, puszillak. El fogok késni. A fene ette volna meg ezt a GPS-t. Haló, haló, kérem, azonosítsák be az autómat, elromlott a GPS-em, a rendszámom VPV 986. Várjon! Mire várjon? Haló! Haló! Ön most a Soha úton. Milyen úton? Haló! Toda egy, meg. Mit megeksz? Haló! Mit megeksz, bácsi, ki megeksz, már mit csinál? Meh. Gyere le az autóútra, de nagyon gyorsan! Haladta! Érkezés a célhoz. Mit képzelsz? Az volt a szőrös, de mi? Megérdemelted volna, hogy ne rántson félre a kormányt és kecske fasírtott préselyek belőle. Miattad kések el a találkozóról. Az autó megroncs lett. Ez egy SL500W First Business Class, Menci, megérted ezt, te állat? Hát másfél milla, csak az alufelnie. Legszívesebben szalámit darálnék belőle. Öreg már! Rákos lenne szaláminak! Maga az a vén ember a hülye biciklével. Stimmt! Na, jöjjön csak! Erzsébetváros önkormányzatának képviselőtestülete 2018. december 21-i ülésén elfogadta a 25/2018-as számú rendeletet Erzsébetváros építési szabályzatáról. A szálláshely szolgáltatási tevékenység rendszerint nem huzamos jellegű éjszakai ott tartózkodást, pihenést is magában foglaló szálláshely nyújtását jelenti, amit üzletszerű gazdasági tevékenység keretében végez a szálláshely szolgáltató. Ezt a tevékenységet a kereskedelmi törvény és a szálláshely szolgáltatás nyújtásáról szóló kormányrendelet szabályozza. A tevékenység csak akkor kezdhető meg, hogyha a kereskedelmi hatóság felé egy bejelentést tesz a szálláshely szolgáltató. Ez a bejelentés szigorú adattartalomhoz kötött, és a bejelentéssel, amennyiben megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, megkezdhető a működés. A bejelentéshez különböző dokumentációkat kell csatolni, elsősorban a szálláshely helyszínrajzát, a jogcímre vonatkozó ezt igazoló okiratot, abban az esetben, hogyha a szálláshelyszolgáltató nem az ingatlan tulajdonosa. És 2019. januárjától egy újabb elemmel bővült a becsatolandó dokumentumok köre, ez pedig az ingatlan magában foglaló társasházzal kötött megállapodás, a társasház hozzájárulása, ami lehet a szervezet és működési szabályzat, vagy a társasházi közgyűlés határozata. 2019. január 6-át követően megkezdett szálláshelyszolgáltatási tevékenységekre vonatkozik csak ez a dokumentum. Tehát a társasházi közgyűlés hozzájárulása csak az újonnan létesített szálláshelyekre vonatkozik.
Erzsébetváros önkormányzata defibrillátorral látja el a kerület közintézményeit. A héten 15 darab készülék került átadásra. Erzsébetvárosban elindult a defibrillátor program, aminek az volt a célja, hogy minden közintézményben, ahol gyermekek vannak, idősek vannak, vagy a sok ember fordul meg, mondjuk kulturális intézményekben, defibrillátorral lássuk el. Most történt meg az első ütem, 15 darab defibrillátort adtunk át ezen a héten, és tervezzük a második ütemet is. Az a cél, hogy az elkövetkezendő időszakban ne legyen olyan közintézmény, ahol sok ember megfordul, ahol is defibrillátor, ha valahol szükség lesz rá, akkor lehessen használni. Az önkormányzat kifogadna egy defibrillátor térképet, ezt majd meg lehet találni interneten, bármilyen egyéb felületen, és mindenki számára világosan, tisztán látható lesz, hogy hol rendelkezünk Erzsébetvárosban életmentő készülékekkel. Brajer Péter kérdezte stúdiónkban Moldován Lászlót, az LMP 7. kerületi képviselőjét. Moldován László az LMP budapesti vezetője. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok! Ön polgármester szeretne lenni, nem máshol, hanem a 7. kerületben. Újabb jelentkezők vannak, egyre többen vannak. Mi lesz ennek a vége? Na, ez egy új információ. Milyen... Szocialistáknak is vannak már, szocialistáknak is van egy új jelöltje, és gondolom lassan minden párt megjelöl egy új polgármester jelöltet. Ennyire nagy buli polgármesternek lenni? Hát nem tudom, nem voltam polgármester. Én azért abban bízom, hogy a fideszes jelölt ellen egy jelölt fog elindulni itt a 7. kerületben is, mert hogy úgy van reális esélye arra, hogy legyőzzük a Fideszes. Mit tesz az LMP azért, hogy ön induljon el? Össze fognak fogni, és önt fogják támogatni? Hát itt a kerületi ellenzéki pártok között azért már folyik megbeszélés. Hát de a szocialista pártnak van egy jelöltje, aki polgármester szeretne lenni, aki volt már Humboldt György 7. kerület több cikluson keresztül a polgármestere. Erről felröppentnek valóban hírek, de nem a szociális... Félre fog állni azért, nem, hogy... Nem, természetesen nem, erről szó sincsen, és az a helyzet, hogy a információm szerint a többi ellenzéki párt sem támogatja Humboldt György jelöltségét, szerintem teljesen érthető okokból. Folyik az egyeztetés az ellenzéki pártok között, én nem tudom elképzelni. Tehát Humboldt György, ha így van, akkor is az MSZP jelöltje, de nem az MSZP fogja megnevezni a ellenzéki jelöltet itt, hanem a többi párt egyetértésével fogunk erről beszélni. Előválasztásokat fognak tartani? Nem, hát előválasztás szerintem senki nem gondolja, hogy előválasztásokat kéne tartani. Az egy budapesti főpolgármester jelöltnél lehetséges intézmény. Nem hiszem, hogy minden kerületben előválasztást kéne tartani. Meg kell találni itt a kerületen belül azt a kompetens szemét, aki megfelelően beágyazott, és a kerületi problémákat tudja kezelni az ellenzéki pártok szerint is, és elfogadják a ellenzéki végre szusszanok egyet, hazaérek, leülök a fotelembe, és tévedésből bekapcsolom a televíziómat, és akkor ön jut eszembe, hisz látok egy hatalmas hirdetést, hogy ha ön türelmetlen és akar egy nagy terebélyes fát a kertjébe, akkor hívjon minket. Miről van itt szó? Lehet
idősebb fákat csak úgy beültetni? Mert ha igen, akkor meg lehet oldani 2 perc alatt a fahiányt a kerületbe. Hát erről én még nem hallottam, hogy idősebb fákat is be lehetne. Átültetni lehet, de az is idősebb fáknál szinte biztos, hogy a fa halálát jelenti az átültetés. Fákat még egy ilyen szerkentyűt is lehet látni a hirdetésben, hogy kiveszik gyökerestül a földből, és hát plántálják a megfelelő helyre. Azt azért tudjuk, hogy a hirdetéseknek nem feltétlenül kell hinni, ez szerintem teljes képtelenség, tehát ilyen nincsen. Akkor az ön programja szerint hogy lehetne pótolni, hisz ön több alkalommal már elmondta, hogy a fennnevezett kerület ön szerint egy betonerdő és zöld területekre van szükség. Akkor zöldre festjük a háztetőket, vagy műfüvet, vagy igazi levegőző növényeket. Azt azért hagyd mondjam el, hogy ezt így nem öncélúan gondolom, hanem egyszerűen az tény, hogy 2-3 évvel kevesebbet élünk itt Erzsébetvárosban, mint Budapest boldogabb kerületeiben. Pontosan azért, mert akkor a légszennyezettség, és ennek légszennyezettség csökkentésének az egyik fő módja, hogy a zöld felületeket növeljük. Ez egy kis kerület, 2 négyzetkilométer körülbelül, és valóban betondzsungel, de van egy csomó olyan területe, ahol még lehetne parkosítani, fákat ültetni, illetve én sokszor elmondom, a betont is feltörném, akár a társasházi udvarokban is, akár megvizsgálnám annak lehetőségét, hogy a járdák egy részén fákat ültessünk, illetve lehet... Inkább lebetonozzák az ezett fák helyett. Hát az nem az én polgármester lehetséges, vagy reménybeli polgármestersége alatt fog bekövetkezni. Én mindenképpen a zöld felületeket növelni szeretném. Óriási tűzfal felületek állnak rendelkezésre, tényleg parkosítani lehet, sok technika tehát van erre. Tehát visszahozza a második világháború előtti házakat, amikor gyönyörű növények voltak a tűzfalakon felfuttatva? Hát, ha ez lehetséges, akkor persze, meg lehet vizsgálni annak lehetőségét, hogy akár tetőkön növényesítünk, tehát nagyon sok technika van arra, hogy a zöld felületeket növeljük, zöld területeket, egyszerűen ezt meg kell valósítani. A minap egy távoli kerületből jöttem haza, és láttam, hogy a törvénytelen parkolással úgy próbálnak megküzdeni, hogy ilyen hatalmas dézsákban ilyen egyszál csemete fákat tesznek. Ezek a fák túlélik a telet, vagy valaha ezek lombos fák lesznek? Ez a megoldás a friss levegőre, vagy ez csak nem tényleg azért van, hogy az autók ne tudjanak oda parkolni? Hát valószínűleg csak ezért van. Nyilvánvalóan egy dézsában nem tud a fa növekedni, a gyökérzete nem tud megfelelően terjeszkedni. Akkor miért csinálják? Hát ezt őket kéne megkérdezni. Valószínűleg tényleg azért, hogy a parkolást megnehezítsék. Amivel egyébként én egyetértek, nem a parkolás megnehezítésével, hanem a gépkocsi forgalom jelentős csökkentésével, arra szükség lenne. Ha ön polgármester lesz, akkor Erzsébetvárosban több parkolóházat fognak építeni? Nem, semmiképpen. A gépkocsi forgalmat szeretnénk radikálisan csökkenteni, tehát az átmenő forgalmat mindenképpen. Tehát nem az itteni lakosokat tiltja ki a kerületükből, hanem az átmenő forgalmat. Azt nem is tehetném, de azért megpróbálnám rávenni az itteni lakosokat is, hogy a közösségi közlekedést kezdjék el használni. Egyszerűen tényleg azt kell tudomásul venni, hogy kényelmi szempontok nem írhatják felül a mi egészségünk, tehát az erzsébetvárosiak egészségének szempontjait, az elsődleges. Mit tesz az ön pártja azért, hogy önből megfelelő polgármester jelölt legyen? Folytatnak-e tárgyalásokat a többi párttal? Persze, itt a kerületben is folytatunk tárgyalásokat, illetve van egy budapesti szintű egyeztetés is a ellenzéki pártok között, amelyik reményeink szerint majd létrejön, és mind a 23 kerületben egy ellenzéki jelöltben meg tud állapodni, aki el tud indulni majd a fizetés jelölt előtt. Ugorjunk egy nagyot a nagy politikába, hisz ön az LMP budapesti elnöke. Főpolgármester előválasztások voltak. Igen. A héten mindenki el van ájulva attól, hogy 30 000 ember ebben részt vett. Mi a véleménye arról, aki győztesen került ki, az lesz Tarlós István kihívója? Ez egy baloldali előválasztás volt. Itt a baloldali pártok választották ki az ő jelöltjüket.
Második forduló júniusban lesz, ahol Puzsér Róbert, az LMP által támogatott független főpolgármester jelölt is részt fog venni azon az előválasztáson. Ott választódik ki. Az LMP által támogatott, akkor miért független? Mert nem LMP tag, nem kötődik az LMP-hez. Tényleg egy civil. Az LMP elképzeléseit azt meg fogja valósítani. Abszolút, a sétáló Budapest koncepciója abszolút kompetens, vagy hasonlít a mi budapesti programunkkal. Tehát pontosan azért is támogatjuk. Tehát az önsétáló hetedik kerülete, beleértve a Városligetet, igen, hasonlít Puzsér elképzeléséhez. Abszolút, teljes mértékben. De hagyd térjek vissza ehhez, az júniusi előválasztáshoz. Én azt remélem, hogy a második fordulóban Puzsér Róbert egyelőre az LMP által támogatott független főpolgármester jelölt, de bízunk benne, hogy más pártok is fogják támogatni. Esély van rá, hogy a Jobbik is fogja támogatni Puzsér Robertet, és ő fogja megnyerni. Engedje meg, hogy levegyem a szemüvegemet, hogy jobban a szemébe tudjam nézni. Erre az utolsó mondatra lenne olyan kedves visszatérni és megmagyarázni nekem. Parancsoljon. Hogy fog az LMP és a Jobbik együttműködni? Hát én azt hittem, hogy ön nem igazán ért egyet a Jobbik világnézetével és elképzeléseivel. Én azt gondolom, hogy a Jobbik is változik. Már nem ugyanaz a párt, amelyik 2010-ben vagy 2014-ben volt. Ha ön arra gondol, hogy egy szélső jobboldali párt, én meg azt gondolom, hogy a szélső jobboldali része kiment a Mi Hazánk pártba. Akik itt bennmaradnak, valóban... A karlendítés az nem a Mi Hazánk pártjából volt. Így van, az egy... Távol álljon tőlem, hogy én őket az egy megléteni. Két évvel ezelőtti felvétel, ahol a pártelnök, ennek a felesége lendítette a karját, ami megbocsáthatatlan, tényleg, tehát ez nem is kérdés, hogy ez megbocsáthatatlan, de én azt gondolom, hogy ha Jobbik tanúbizonyságát teszi annak, hogy ők valóban egy demokratikus, szélsőségektől mentes párt, akkor az LMP nyitott az együttműködésre. Egy gyönyörű végszó, nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünk rá. Én köszönöm. Ezzel mai műsorunk végére értünk. Ne felejtjék, hogy hétvégén megismételjük adásunkat, jövő héten pedig ugyanebben az időben várjuk Önöket a képernyő elé. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!